kupa sorsoláshoz annyit, a Bács megyei kupa negyedik fordulójához, hogy a negyedik forduló időpontja az április 6-a szerda, itt már lehet 4:30-kor játszani, tehát ezért írtuk ki ekkora a fordulót. Mindjárt meg fog történni itt a sorsolás. A sorsolásból majd azt szeretném kérni, hogy a jelenlévő csapatok, akik a kupába érdekeltek a negyedik fordulóba, majd jöjjenek már ki ide az asztalhoz, ugyanis mindenki ki fogja húzni majd saját magának az ellenfelet. Aki viszont nincs itt, őket majd Szabó Andi kolléganőm fogja helyettesíteni, és helyettük ő fog húzni. A sorsoláshoz még annyit, hogy ha két azonos osztályút húzunk ki, akkor az a pályaválasztó, aki először van kihúzva. Ha viszont van bajnoki osztály különbség, akkor az alacsonyabb osztályú lesz a pályaválasztó. Egy meccsen dől el a továbbjutás, hosszabbítás nincs, rögtön jönnek a 11-esek döntetlennél. Hogyha azonos osztálybeli a két csapat. Én segítséget kérnék itt Anditól az első csapat kihúzásához. Bács Borsod. Akkor Bács Borsodról kérem, hogy egy ellenfelet húzzunk. Nézzük, hogy ki lett. Bács Almás Gédellak. Ilyen meccs tavaly is volt. Bács Borsod, bocsánat. Bács Borsod Gédellak. Csak itt Bács Almás emelett. Jó. Gédellak akkor a következő pár első csapatát. Kalocsai FC. Jó. Kalocsának a képviselője. Jelen felett várunk. Bács Almás. Kalocsa Bács Almás, Kalocsán lesz a meccs. Jó, Bács Almásról Majoros úr egy következő csapatot. Homokmégy. Homokmégynek egy ellenfelet. Homokmégy Baja. Jó. Baja nincs itt, akkor Andi húz légy szíves egyet, igen. Kacsmár. Kacsmár sincs itt. Rendkedvére akkor húz ki az utolsót. Kacsmár Keszel. Jó. Stubner úr, ne menjen el, mert akkor az északi régiónak az első csapatát ön fogja kihúzni. A bal kéz az nagyon menő. Szabadszállás. Szabadszállásnak egy ellenfelet nézzünk. Az biztos, hogy hazai pályán lesz a meccs. Szabadszállás Nyárlőrinc. Jó, akkor nézzük a következő párost. Kiskumajsa. Egy ellenfelet. Tiszakécske. Kiskumajsa, Tiszakécske. Az utolsó párosnak az első csapata. Izsák. És akkor az Izsáknak az ellenfele. Ott már nagy variáció nincs. Városföld. Izsák, Városföld, köszönöm mindenkinek a segítséget a sorsoláshoz, és akkor visszaadnám a szót igazgatónak. Én személy szerint azt szeretném, hogy akik a döntőbe jutnak, azok valamilyen díjba részesüljenek, meg én sem tudom, hogy milyen díjba. Legjobban szerintem az egyesületek azt szeretnék, hogy valami jó pénzdíjba, és ha sikerül elérni, mert van keret rá természetesen, akkor támogatásként szeretném én is azt elérni, hogy akik tényleg oda teszik magukat, és játszanak, és
mindenáron azon lesznek, hogy odajussanak a döntőbel, akkor ezt megkapják. Nyilvánvaló, hogy ezt az elnökségünkkel is meg kell majd a következő elnökségén beszélni. A lényeg az, hogy ti játszatok sportszerűen, és mire oda kerültök, illetve még a döntő előtt bőven ezt nyilvánvaló a közlönyben meg fogjátok tudni, hogy mi lesz. Tehát nem úgy lesz, hogy megvárjuk, hogy ki az a két csapat, aki bejutott, és utána eldöntjük, hanem ezt előre meg fogjátok tudni.